A Fejér megyei művelődési központban stílszerűen vízkereszt korazaz január 6-án ér véget a Szép jelen, szép csillag, szép napunk támad címmel rendezett regionális nép- és iparművészeti kiállítás. Szintén ekkor zárja kapuit a művészetek házában működő Derkovics képzőművészeti kör tagjainak 2011-es munkáit bemutató tárlat. Azonban már javában készülnek a következő kiállításra, folytatódik az apa és lánya sorozat, melynek keretében Farkas Mihály és Farkas Éva Mária festőművészek kiállításának megnyitóját tartják január 12-én csütörtökön 17 órakor. A Városi Képtárban január 15-éig még látogatható az Elvontáj című időszaki kiállítás. Az Oskola utcai intézményben azt mutatják be, hogyan változott a természetábrázolás a magyar festészetben 1940 és 68 között. A Pelikán Galériában a téli tárlat csoportos kiállítást szintén egy csoportos bemutatkozás követi majd. 40 alatt címmel a Székesfehérvári Művészek Társaságának fiatal tagjai mutatkoznak be a Móri Művésztelepen készült alkotásaikkal. A megnyitó időpontja január 27-e péntek 17 óra. A kicsikről is essen szó. A Csöp Galériában január 13-án pénteken 18 órakor nyílik a következő kiállítás. A Fehérvári Civil Központban ezúttal Kovács Milán eredeti képregény rajzait mutatják be. És most vissza a nagyokhoz. A Csók István képtárban az őszi tárlat várja a látogatókat. A Fejér megyei művészek két évenként megrendezett seregszemléjén január 29-éig összesen 88 képző és iparművész alkotása látogatható.